A negyedik negyedévi módosítás nyomán 1 milliárd 180 millió forinttal emelkedett a főösszeg, így a költségvetés meghaladta a 60 60,6 milliárd forintot. Az önkormányzata a rászoruló családok gyermeknevelését érintően juttatásról határozott. Egy egyszeri nevelési támogatást fog kapni összességében 192 gyermek Zalaegerszegen, ez 11.400 forint támogatást jelent, és azért döntöttünk így, mert egyrészt a költségvetési fedezetet sikerült úgy alakítani, hogy a főszegben ez rendelkezésre álljon, másrészt pedig rászorultsági alapon a szociális osztály nyilvántartja ezeket a családokat, ez több mint 100 családot jelent egyébként ez a 192 gyermek. Döntés született arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 2024. január 1-től az önkormányzat saját cége az Alavíz ZRT végzi, a korábbival megegyező csökkentett áron. Emellett január 1-től 8%-kal emelkedik az önkormányzati lakbérek összege. Ugyanakkor kedvezőbbé tették a jövedelem határokat a rászorulóknak, a lakásfenntartási segély, a gyógyszertámogatás és a gyermekétkeztetési támogatás kapcsán. A kinevezésekről szólva Balai Zoltán bejelentette. A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetője újabb öt évre Tuboly Andrea lesz, még a Zalaegerszegi Létesítmény Fentartó Kft. ügyvezető igazgatójává Böcskei Zsoltot nevezték ki. A helyi buszközlekedést 2024. január 1-től 2025. december 31-ig a Volánbusz Zrt. biztosítja. A közgyűlés véglegesítette a város 2021-27-es Európai Uniós ciklusra vonatkozó TOP Plus városfejlesztési programjának összetételét is. Az a számára a következő esztendőkben összességében 8,5 milliárd forint Európai Uniós forrásá rendelkezésre a TOP Plus programba. Végre elindultak ezek az Európai Uniós fejlesztések, tehát a közgyűlésen a döntéseket is meghozhattuk, nem csak a listáról, hanem már a konkrét pályázatokat is beadhattuk. Ebből bölcsödéket, óvodákat és iskolákat fejlesztenek, valamint megépül egy fűthető négy évszakos játszóház.